szegény asszony gyermekei. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl. Ott történt ez a dolog. Az erdő szélén volt egy házacska, s abban lakott egy szegény özvegyasszony. Annak annyi gyermeke volt, mint az égen a csillag. Még egyel több. A szegény asszony úgy tartotta a gyermekeit, hogy minden nap eljárt az erdőbe. Rőzsét szedett, ágat gyűjtögetett, s abból seprűt kötött. Seprűt feltett a szekerkóra, elhúzta a heti vására, s eladta. Abból kenyeret, lisztet, cukrot, mindent, amire szüksége volt, megvásárolt. Egyszer csak, ahogy húzza a szekerkóját, hát találkozott a farkassal. Azt mondja neki a farkas. No, te szegény özvegyasszony, most én tégedet megeszlek. Hallod-e, te farkas, ne egyél meg engem, én sovány vagyok, öreg vagyok, mi tehetnél rajtam? Hanem, hallod-e, nekem sok-sok gyermekem van, s holnap elhozom őket. Edd meg azokat, legalább egyszer jól laksz. Meg is örvendezett a farkas. Jól van, nem bánom, mondja. Hozd el őket holnap. Esze ágába se volt az özvegyasszonynak, hogy a gyermekeit megetesse a farkassal. De muszáj volt mondania valamit. Na, másnap azt mondja a gyermekeinek. Gyertek, édes fiaim, most elmegyünk a farkashoz. Mikor odaérünk, kiabáljátok, hogy anyóka, farkas húst adjon, farkas húst adjon. Úgy is lett. Az özvegyasszony az apró gyermekeit beültette a szekerkúba. A nagyobbak a rokolyáját fogták, és úgy mentek a farkas elé. Az már várta őket. Na, látom, elhoztad a gyermekeidet. Elhoztam, mind itt vannak, mondta az özvegyasszony, s közbe odasugta a gyermekeinek, hogy most kiabáljanak. A gyermekek elkezdtek torkuk szakadtából kiabálni. Anyóka, farkas húst adjon, farkas húst! Hallgatta a farkas. Fülelt, s megkérdezte. Szegény asszony, mit mondanak a gyermekeid? Hát hallod, azt mondják, hogy farkas húst szeretnének enni. Jaj, fogd meg őket jól! Hogy elfuthassak? Kiáltotta a farkas. Nehogy megegyenek! Fogom én őket, mondta az özvegyasszony, de látod, reád akarnak rontani, olyan éhesek. Az özvegyasszony úgy tett, mintha visszafogná a gyermekeit. De a farkas se vette tréfára a dolgot, s befutott az erdőbe. Ahogy futott az erdőbe, összetalálkozott a rókával. Hova futsz, koma? Kérdezte a róka. Jaj, ne is kérdezd! Hallod-e, hogy jártam? Egy özvegyasszony megígérte, hogy elhozza nekem a gyermekeit, hogy megegyem őket, s majdnem ők ettek meg engem. Ó, ez nem igaz, mondta a róka. Nem is esznek azok farkas húst, csak tégedet becsaptak. Ó, igaz, mondta a farkas. Persze, hogy igaz. Gyere, felülök a hátadra, s vigyél oda. Látja az özvegyasszony, hogy ennek már felesett réfa. Jön vissza a farkas, s a hátán hoz még egy rókát is. Ahogy közelebb érnek, azt mondja az özvegyasszony. Farkas, hogy te milyen hazug vagy! Azt mondtad, hogy két rókát hozol, s most mégiscsak egyet hoztál. Hát mit tesznek ezen a gyermekeim? Megijedt a róka, hogy a farkas őt becsapta, s vele akarta jól lakatni azt a sok éhes gyermeket. Leugrott a farkas hátáról, s futásba az erdőbe. A farkas is utána. Az özvegyasszony az a gyermekeivel hazament, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.